Nem ritka alkalom, hogy a végardói nyugdíjas klub tagjai így együtt töltenek el egy délutánt. A legutóbbi összejövetel azonban abban különbözött, hogy igazán meghitt hangulat töltötte be a faluházat. A klub tagjai ugyanis három olyan házaspárt köszöntöttek, akik 40 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak örök hűséget, valamennyien egy napon, itt Sárospatakon. Én azt gondoltam, hogy ekkora ünnepet, háromszor 40 évet egy kis közösségben, ezt nem szabad kihagyni, ez megismételhetetlen. A hideg szaladgál rajtam, hogy én ennek részese lehetek, nagy megtiszteltetés a számomra. Én szerintem ez még a város nevében is hihetetlen ritka. Hát még egy ilyen kis közösségben, ahol 30-an vagyunk, 34-en, ebből 6 embert ünnepünk, és egy napon, és 40 éves házasságot, én azt gondolom, hogy ez mindent önmagáért beszél. Mindenképp az ifjúság felé szeretném, hogy ezt lássák. Az ünnepelteket Aros János alpolgármester köszöntötte a város nevében, majd a klub tagjai is csatlakoztak, és jó kívánságokkal halmozták el a házaspárokat. Szeretek hozzájuk jönni, hiszen a város életével, hétköznapjaival, kultúrával, művelődéssel, oktatással, idegenforgalommal, mindennel kapcsolatban elmondják a véleményüket, elmondják a kritikáikat, elmondják a javaslataikat, amelyeket mi igyekszünk meghallgatni és beépíteni a saját elképzeléseinkbe, hiszen ők azok, akik a kétkezi munkájukkal Sárospatakot felépítették, rábízták az utókorra, és ezzel az örökséggel nekünk úgy kell gazdálkodni, hogy 40 év múlva, majd ha mi ünneplünk, akkor a mi gyerekeink, a mi unokáink is ugyanígy beszéljenek róla. A Jerebák család férfi tagja meghatódva árult el a hosszú házasság titkát. A család, a szeretet és egymás megbecsülés. A kezdéstől, a 40 év kezdetétől, akkor is nagyon szeretünk egymást. Ma is. Hát nagyon szép volt. Én az én életemben maximálisan meg vagyok elégedve. Ez most kicsit nehezen megy. Úgyhogy mindenkinek javaslom a házasságot, mert ez egy csodálatos dolog, ha szeretik egymást. És ha elkezdték, akkor már csinálják a végéig, mert ez úgy élik. Ez egyszerű és megismételhetetlen dolog.